Srácok, ez egy jótékonysági rendezvény. A Kalandozók Napja ingyenes szerepjátékos rendezvényére látogatók immár a második évben támogatnak valamilyen jó célt. 2022-ben a Szent Márton Gyermekmentő Alapítványnak gyűjtöttek több mint 300 ezer forintot, idén pedig a Kutyákkal az Életért Alapítványt igyekeztek támogatni. Az alapítvány talán már nem kell a járságiaknak bemutatni, olyan speciális kereső és mentőkutyákat képeznek ki, melyek a hazai és nemzetközi katasztrófa helyzetekben kutatják fel az eltűnt személyeket. Különleges kiképzőbázisuk Jászberényben található, így a jársági szerepjátékosok örömmel jelölték meg őket idei karitatív céljuknak. Kerestem a közös pontokat, hogy miért lettünk mi ide meghívva, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen játszunk, mindannyian játszunk. Mi a kiképző bázison, amit magunknak építettünk, és nem csak magunknak, most már az egész ország és a környező országok mentőkutyása is használják, minden nap találkozunk és eljátszunk, hogy embereket keresünk. Az egész napos játék izgalmaiban újabb kapcsolódási pont volt, hogy a kalandoroknak egy misztikus farkas falka tagjait kellett befogniuk a fantasy történetben. A játék közben az adományozó kedv is meglendült, így nagy izgalommal várták a résztvevők és a szervezők az eredményhirdetés részeként a jótékonysági gyűjtés eredményét. A karitatív célt, mely remélhetőleg ragadós lesz és sok közösség igyekszik támogatni az értékes munkát végző alapítványt. Szerintem ez baromi fontos és olyan őszinte követnivaló példa, amiről mindannyian példát vehetünk, úgyhogy az alapítványnak kérek egy nagy tapsot. Zengett is hosszan a hidegrázós vastaps, mely kifejezte a résztvevők mély tiszteletét. A mai napon, a 15. Kalandozók Napján azok a kedves, játékos, karitatív, jólelkű emberek, akik itt voltak, nem kevesebb, mint 400 ezer forintot gyűjtöttek össze ennek az alapítványnak. Köszönjük szépen, elképesztőek vagytok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik ebbe bármennyit is beletettek. Megígérem, hogy felelősen arra a célra fogjuk felhasználni, amire az alapítvány létrejött, tehát életeket fogunk menteni, méghozzá nem csak emberi életeket, hanem most már az állatokat, illetve hát a Jászberény környéki kutyákat is mentjük jó néhány éve. Hogy ez így is maradjon, a játékos közösség bízik abban, hogy egyre több civil közösségben ébred fel a karitatív szellem, és hasonló adományokkal segítik az arra érdemes szervezeteket.